100 éve az első világháború után írták alá a trianoni békediktátumot, aminek következtében Magyarország elvesztette területének és lakosságának is egy jelentős részét. Az évforduló alkalmából Puzsér Róbert publicistával és Kardos Gábor borász filozófussal fogunk beszélgetni. Kezdjük a legfontosabbal, fáj nektek Trianon? Hát ez a magyarság definíciója, úgyhogy nyilván. Nekem az fáj, hogy nem nagyon lehetett az utóbbi 100 évben értelmes mondatokat magyarul hallani erről. Tehát, hogy a Trianonnak az értelmezésnek a hiánya fáj. Tehát nem maga Trianon. Mert az egy történelmi tény. Hogy kéne értelmezni, hogy lehetne erről értelmesen beszélni. Úgy, mint most, de ezen kívül. Hát szerintem, hogyha nagyon egyszerű, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy érezzük, vagy értsük, hogy mi vezethetett Trianonhoz, akkor képzeljük el az utóbbi években mi mindent hallottunk Trianon kapcsán magyar nyelven, etnikai nacionalizmust, felelősséghárítást, hogy mindenki hibás, az egész történelem hibás, csak mi tulajdonképpen ott se voltunk, ott se voltunk. Ezt mind tegyük bele egy nagy zsákba, gondoljunk erősen erre, na ez vezetett Trianonhoz. Ez a mentalitás. Ami a mai napig percre készen itt van közöttünk. És nehogy egy pillanatra azt gondoljuk, hogy a történelmi Magyarország is így gondolkodott, hogy a István a Parainésziszében az állam alapító így képzelte el ezt az országot. Egyáltalán nem így képzelték el. Egyáltalán nem az utódállamok etnikai sovinizmusa szintjén gondolkodtak erről az országról, hiszen nem is maradt volna egybe majdnem 1000 évig, talán pár évig maradhatott volna egybe, ahogy így gondolkodtak volna róla. Itt azt hiszem, hogyha a Trianonnak az okait akarjuk megérteni, akkor elő kell venni Kossuthnak a Kasszandra leveleit, és újra kell azokat olvasni. Sajnos Kossuth megjósolta azokat a nagyon súlyos következményeket, amelyekhez elvezetett a kiegyezés. Amikor Magyarország 1867-ben csatlakozott a Habsburg monarchiához, és kvázi megkötötte, Deák megkötötte ezt a kiegyezést, ezzel Magyarország Európa reakciós nagyhatalmaihoz csatlakozott. Hogy úgy mondjam, a történelem rossz oldalára állt. Ez az Hán szövetség. 1815-ben a napoleoni háborúk után létesült, a porosz király, az orosz cár és az osztrák császár megállapodása révén, és ennek a Szent Szövetségnek az volt az alapvetése, hogy Európának a polgári forradalmait le kell verni, vérbe kell folytani. Ez a Szent Szövetség az, amelyik leverte a magyarok 1848-49-es forradalmát és szabadságharcát. Ehhez a Szent Szövetséghez csatlakozott Magyarország. Hát azoknak az oldalára állt, akik leverték a szabadságharcot. Ennek lett a következménye Magyarországnak az első világháborúhoz való csatlakozása, és pedig a rossz oldalon, és nem azért a rossz oldalon, mert később ez az oldal veszített, hanem azért a rossz oldalon, mert hát a feudalizmus és a kapitalizmus nagy dilemmájában Magyarország a feudalizmust választotta. Világos, hogy kiegyezés nélkül még az a felemás polgárosodás sem ment volna végbe, ami végbe mehetett Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy a kiegyezésnek egy csomó mindent köszönhet Magyarország, még sokkal többet Budapest, talán önmaga létét is. Lehetséges, hogy kiegyezés nélkül nem létesült volna mondjuk a nyugat. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyugat valójában ezzel a feudális monarchikus státusszal szemben létesült, ezzel szemben határozta meg magát. Nem véletlen volt az a címe, hogy a nyugat Magyarország polgárosodása mellett kötelezte el magát. Sajnos a kiegyezés megakasztotta Magyarország polgárosodásának a lehetőségét, és a kiegyezésnek a
a következménye az az lett, hogy Magyarországon ez a polgárosodás nem tudott rendesen végbe menni. Úgy, ahogyan a 48-as szellemben, a 48-as pontok szerint annak a rendje lett volna. Az, hogy Magyarország, magyarok engednek a 48-ból, az egy nagyon rossz pusztító minta, és egy nagyon rossz precedens lett, és azóta is folyamatosan ez történik. A magyarok újra meg újra engednek a 48-ból, ahogyan engednek az 56-ból, ahogyan a magyarok a 48-as forradalom vérbefolytóihoz csatlakoztak, és a későbbi forradalmi hullámoknak a leverésében már maguk is részt vettek. Valahogy így történt az, hogy az 1956-os forradalomra rá egy évre, május 1-én 1 millió ember a Dózsa-György úton fölvonult, hogy bocsánatot kérjen a rendszertől, és aztán 1968-ban a prágai tavasz vérbefolytásában már a magyarok is részt vettek. Bocsánat, hogy a Trianon csak egy tünete egy nagyobb problémának. Így van egy nagyobb problémának. Magyarországon nem tudott végbe menni a polgárosodás, a születési előjogok rendszere fennmaradt, a nagybirtokrendszer fennmaradt, nem tudott Magyarországon végbe menni az a polgári fordulat, amiért 1848 egyáltalán kirobbant. Akkor miért nem erről van szó, Trianon? Trianon kapcsán ugye a vesztesség, az igazi veszteségekről nem nagyon esik szó, és teljesen hamis kép él a veszteségekről. Egy területi veszteségről és lakosság veszteségről beszélünk. Ennél sokkal fontosabb veszteség volt, hogy Magyarország elvesztette a nagyvárosait az egy szem Budapest kivételével. Budapest versenytárs nélkül maradt, egy városállam jött létre, egy ilyen értelmezhetetlen kis külvárosnyi vidékkel szinte, mai napig is így működik ez az ország. És a polgárságát vesztette el lényegében. A kassai, kolozsvári, stb. Hadd ne soroljam azt a sok várost, aminek a polgárságát. A régióit vesztette el, mert ezek régiós központok voltak, a kulturális, politikai kultúrában is nagyon fontos diverzitásának tudatát vesztette, és érzését, és életét vesztette el ez az ország. És hát a legfontosabbat hagytam talán a végére, a legitimitását vesztette el. Ugyanis nehogy egy pillanatra azt higgyük, hogy ez csak egy földrajzi lag egyébként európai szinten is kiemelkedő egységet képviselt, és ezért volt olyan stabil többek között. Egy nagyon jó geopolitikai vízióra épült ennek az országnak a működése. Elvesztette a politikai egységét, de a legitimitási egységét is elvesztette. Tehát ugyanúgy illegitim a csonka Magyarország, ha örökösnek képzeli magát, mint a többi utódállam. Nehogy egy pillanatra azt higgyük, hogy Magyarország fel tudta, vagy fenntarthatja azt az illúziót, hogy a Szent Korona ilyen kis maradványa az tartósan értelmezhető, mint legitim örököse ennek az egységnek, ami ismétlen nem csak földrajzilag, nem csak politikailag, de legitimitási egységet is képviselt, és a szlovákok, a románok, az összes nemzetiség ugyanúgy volt alattvalója a koronának. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami ezt először megkérdőjelezte, az, ami elindította ezt a dominót, ami nagyon hamar végigdőlt, az, ha egy momentumot kell kiemelni a történelmből, az a nyelvtörvény, ami kizárólagos államnyelvként vezette, és ünnepeltük ezt a lépést, és ezzel kizártuk a nemzetiségeket az államiságból lényegében, miközben azt hittük, hogy nem mértük fel ennek a jelentőségét, és ez hónapok alatt szinte, pár év alatt, ugye 44-től világosnál vagyunk, pillanatok alatt. A monarchia utána jegelte a dualizmus, a kiegyezés jegelte ezt a problémát, hiszen egy több nemzetiségű ország keretében voltunk, de már részben elvesztve azt a történelmi szuverenitást, de jegelte ezt a problémát, viszont abban a pillanatban, hogy újra előkerült a probléma a két világháborúval, ugye, hónapok alatt dőlt össze a konstrukció. Egyszerűen nem értelmezhető Magyarország, hogyha nem egy plurietnikus és plurikulturális közösségként gondolkodunk róla, és a trianoni megszólalások tipikus etnikai sovinizmus körül szoktak szerveződni.
Az a tény, hogy Magyarország eladta, és illetve hát a magyar elit, vagy hát a magyar állam eladta 1848-at, és az 1848 leverőihez csatlakozott Európa reakciós nagyhatalmaihoz, az volt a deal, hogy jó, oké, akkor csatlakozunk a Szent Szövetséghez, átállunk a történelem rossz oldalára, de kérünk minden második dukátot, kérünk minden második kompetenciát, tehát 50-50%-ban. Akkor viszont legyen miénk az 50%-a a hatalomnak, legyen miénk az 50%-a a megtermelt javaknak, akkor viszont részesedjünk rendesen 50%-osan. De vajon tudtunk mi ezzel az 50%-kal mit kezdeni? Hát az a tény, hogy Andrássyból közös külügyminiszter lett. Az a tény, hogy Magyarország beleszólhatott a birodalom külpolitikájába. Ez a magyar elitet hozzásegítette ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon az első világháborúból, vagy ne a rossz oldalon csatlakozzon az első világháborúhoz. Hozzásegítette. Magyarország nyert annyi kompetenciát, hogy azt mondja Ferenc Józsefnek, hogy értjük, Jóska bácsi, hogy a Vilmos császárnak a szabadat adtad, de talán emiatt nem kéne magyarok százezreinek meghalni. Képes volt arra Magyarország, vagy képes volt arra a magyar elit, hogy elkerülje az első világháború elvesztését, és ennek a következményeként a trianoni nemzetkatasztrófát? Főleg a társnépekkel szemben, ugye ez az időszak egyáltalán nem egy olyan dicsőséges időszak, azért mondtam, hogy jegelte ezt a problémát. Arról van szó, hogy egyáltalán nem, Magyarországnak nem volt koncepciója azzal, hogy ez a birodalom megszűnt az a vízió. Pontosan, hogy ez a birodalom ez merre tartson, ezt átruházta Bécsre, Bécs pedig csatlakozott Berlinhez, és az első világháború kvázi abba a csapdába vezette bele Magyarországot, amely aztán 1920-ban a trianoni békeszerződésben kulminált. Később ezeknek a területeknek, ezeknek az elcsatolt területeknek a visszaszerzése, a revíziós politika pedig még sokkal súlyosabb következményekkel járt. Egyetlen egy ország sincs Európában, vagy talán a világon, akinek a nemzetállam eszméje, a nacionalizmus és hangsúlyozom, etnikai nacionalizmus annyit ártott volna, mint Magyarországnak. Tehát, ha Trianon veszteségei kapcsán valamit érdemes lenne kiemelni, amiről tényleg meg kéne emlékezni, az pont az ellenkezője annak, amit el szokott hangozni, hogy a legszörnyűbb, hát ott is... Most ugye csak az összehasonlítás miatt mondom, hogy nem volt olyan ország még, ahol mondjuk volna ez az etnikai nacionalizmus. Hát ők nem, tehát hogy a történelmi egységükhöz képest nem bukott talán egyetlen ország se akkorát, mint Magyarország, és hogy Robi is utalt rá, tulajdonképpen én úgy mondanám, hogy a Szent Istváni vízió már megbicsaklott, már felbomlott a dualizmus alatt is. Tehát ezt nevezem jegelésnek, ezt az állapotot, hogy még nem derült ki, hogy már megszűnt, mert volt egy olyan katonai gazdasági ereje, egy olyan geopolitikai helyzete egy ideig, ami még nem látszott, hogy ez felbomlott. De abban a pillanatban, hogy egy komoly krízisbe került, látszott, hogy ez nem tartós ez a konstrukció. Előtte tartós volt, és ez nagyon fontos a különbség, amit szerintem látni kellene, hogy egy geopolitikai, geostratégiai analfabetizmus szokta jellemezni a Trianonról való beszédet. Nekünk társnépekről kellene beszélni. A szomszédos kifejezés is nagyon helytelen. Ugyanolyan hungarusz tudatú emberek voltak ezek évszázadokon keresztül, és jelentem, talán Apponyi gróf beszéde, híres Trianon beszéde óta, a legfontosabb történelmi beszéd tegnap hangzott el a Pozsonyi Várban, mégpedig a szlovák miniszterelnök szájából, aki magyar megszólítással kezdte a beszédét, de utána szlovákul folytatta, és érdemes mindenkinek elolvasni azt a beszédet. A lényege az, hogy a közös történelmünkre, a királyainkra, mint közös történelemre hivatkozott. Ez nagyon fontos, hiszen egy hungarusz tudatú ember nem tud etnikai különbség, nem értelmezhető az etnikai különbség, nem írhatja felül azt a legitimitási alapot, hogy mi mind egy
politikai egységnek az egy lényegében egyenrangú polgárai vagyunk. És azt emelte ki, hogy nekünk együtt kéne csinálni a dolgokat. Ami a Szent Istváni konstrukció alapja. De ilyet egyébként nem nagyon lehetett hallani. Nem. Hát főleg szlovák miniszter. Magyarországon nem, meg ott sem. De Magyarországon mindig sajnos nem. Mindig a területi veszteség, a lakossági veszteség. Miért nem szól senki arról, például a polgárosodás hiánya, amiket elmondhatok? Miért csak a területben a népesség? Amilyen büszkék lehetnek a szlovákok most a miniszterelnökükre, hogy idáig eljutott, és ő képviseli azt, amit nekünk kellett volna 100 éven keresztül gondolkodásmódként képviselni, minden fájdalom és veszteség ellenére, vagy azért még inkább. Azt kell látni szerintem, hogy mi leküzdöttük egy társnépeket együtt tartani képes vízióból, egy etnikai sovinizmuson messze felülemelkedő vízióból leküzdöttük Magyarországon magunkat ebben a témában a szlovák-román sovinizmus legaljának a szintjére. Amivel őket tulajdonképpen annyira nem is lehet vádolni az ő esetükben, ez nem olyan súlyos történelmi bűn, mint a mi esetünkben, hiszen nekik nem volt nemességük, pár száz évig nem ők uralták a saját országaikat, honnan is tudták volna egyből, hogy hogy kell ezt csinálni. De nekünk némi gyakorlatunk volt, ebben némi hagyomány volt. Az hova lett? Azzal mit csináltunk? Leküzdöttük magunkat a szlovák nacionalizmus, sovinizmus legalja szintjére, miközben a szlovákok eljutottak arra a szintre, amit mi képviseltünk pár száz, 20 000 évig. Na erre azért annyira ne legyünk büszkék. Most azért, bocsánat, biztos, hogy eljutottak most azért, mert valaki azt mondta tegnap, az nem azt jelenti, hogy a szlovákok kollektíve eljutottak odáig. Nem? Hát a miniszterelnök elvben, tehát bizonyos esetekben tényleg előfordul, hogy egy miniszterelnök, ugyanez szokatlan Magyarországon, de egy miniszterelnök valóban képviselheti az országát, valóban beszélhet úgy, hogy az az ország és a népei érdekeit ténylegesen képviseli, ebben az esetben maximálisan erről van szó, tehát ne zárjuk ki annak az elvi lehetőségét, hogy valódi miniszterelnökként is megnyilvánulhat valaki, és nem csak annak a szlogenjét használja, hogy ő mekkora miniszterelnök. Sajnos ez egy történelmi tapasztalat, hogy Magyarországon ellenforradalmi rendszerek tudnak tartósan berendezkedni. A Mária Terézi... hát a legitimitás hiánya ez azért... A Mária Teréziának, meg a második Józsefnek a felvilágosult abszolutizmusa, az már ennek a csírája volt. A Ferenc Józsefnek a rendszere megint csak ez volt. És Magyarországon ez megfigyelhető, hogy ez rekonstruálódik, és ha nem ez rekonstruálódik, nem tud berendezkedni tartósan, nem tud korszakká válni. A Ferenc Józsefnek a rendszere szintén ezen alapult. Akadályozzuk meg a polgárosodást, akadályozzuk meg a nemesi előjogok rendszerének a lebontását, akadályozzuk meg a földosztást, torlaszoljuk fel a történelmet, vagy akasszuk meg a történelmet, konzerváljunk egy régebbi, egy feudális struktúrát. Aztán a Horthy rendszer... Annak a legitimitása már... nélkül. És annak az organikus egysége nélkül. A forradalmak a 19. század forradalmi hullámai felszámolták ezeknek a legitimitását. Aztán a Horthy rendszer megint csak ezt a struktúrát hozta létre újra, és konzerválta újra. Aztán a Kádár rendszer megint csak ezt hozta létre újra, és konzerválta újra. És most az Orbán rendszer megint csak ezt hozza létre, és konzerválja újra. Mindegyik rendszer a feudalizmus konzerválásán és a kapitalizmus, vagy mondjuk úgy, hogy a polgári társadalmak akadályozásán alapul. Hát én inkább hódoltsági szemléletről beszélnék szemben a szuverén Szent Istváni állam felfogással. Nagyon hasonló az eredmény, de elkerülve azokat az ideológiai vitákat, amit ez kinyit, az a haladó kontra konzervatívok, stb. Ennél szerintem kínosabb és alapvető probléma volt, vagy nagyobb hiba volt a társnépek érdekeinek semmiben. De az etnikai, én meg a társadalmi vonatkozás. Igen, a kettő egyébként kiegészíti egymást, de
De a másik, amit szerintem nagyon fontos a Trianon megemlékezések kapcsán elmondani, a geopolitikai analfabetizmus problémája mellett, az az, hogy így nincs egy, hogy mondjam, nincs igény se arra, hogy egy együttélés keretében, tehát a legnagyobb vesztességet, a legitimitási vesztesség mellett meg kellene nevezni, akkor a történelmi együttélés kultúráját vesztettük el ebben a traumában. És ezt vissza lehet valahogy szerezni, tehát mondjuk, hogyha minden környező ország a Schengen övezet része lenne, akkor végül is így megoldanánk Trianont, vagy... A szlovák miniszterelnöknek sikerült annak alapján, amit elmondott elég meggyőzően, ha neki sikerült, és egyébként nem egyszerűen csak szégyelnünk kellene magunkat ebben a kontextusban, hanem ha igazi hungarusz tudattal állunk bele ebbe a dologba, akkor büszkének kell lenni rá, hogy ő ezt elmondta szlovákként. Hiszen ezzel gazdagítja azt az egységet, amit mi csak együtt tudunk képviselni. Itt nem a határokkal van már a legnagyobb probléma, az az igazság. Tehát 1920-ban a határok voltak a sérelmesek, és a határok voltak az elfogadhatatlanok. Mostanra a probléma sokkal súlyosabb. Trianonból, a trianoni békeszerződés következményeiből talpra lehetett volna állni, talpra össze lehetett volna szedni az országot. Erre a Bethlennek volt is egy nagyon imponáló 10 éves kísérlete. A revíziós politikának, kvázi a Trianonnál elvesztett területek visszaszerzésének a politikájának a következményeiből már nem lehet. Sajnos Magyarország, a magyar állam a lelkével, a becsületével fizetett azokért a területekért, amiket Hitlertől visszakapott az első és a második bécsi döntéseknek a következtében. A tragikus, de igaz, hogy ezek a területek a népek önrendelkezési jogának szellemében jártak Magyarországnak. Tehát, hogy ezek az a Woodrow Wilson elveinek a szellemében ezek lettek volna a korrekt rendezés. Igen, jó, etnikai... Jó, hallanom, hiszen Kardos Béla volt az, aki az aláírásra ezt oda tette. Megtisztelő. Szóval, igen. Hogy ezek lettek volna a korrekt határok. Ez lett volna a korrekt rendezés. Ahogyan azt Aponyi gróf indítványozta. Csak hát a Ribbentrop aláírásával meg a Csánó. Na igen. Csak hogy onnantól kezdve, hogy ezeket a területeket Hitlertől kaptuk vissza, borítékolva volt, hogy a II. Világháború elvesztését követően ezeket a területeket újra elveszik, visszaveszik tőlünk. Na most ennek a revíziós politikának a csődje, ez számos stációban jelentkezett. Telehi Pál öngyilkossága az már ennek volt a szimbóluma, az már ennek volt a jele. Most Teleki Pálnak ez egy nagyon-nagyon sajátosan magyar módja volt a probléma kezelésének, ez egy nagyon sajátosan magyar probléma megoldási mód. Ha egy ilyen helyzetbe kerülünk, fogjuk a revolvert, agyonlőjük magunkat, és ezzel jelezzük az országnak, meg jelezzük a világnak, hogy mostantól kezdve Magyarország hát nem független, nem szabad, ez egy csapdahelyzet, nem ír a nevünk, de mi minden esetre mostantól nem vállaljuk a felelősséget. Ez egy sérelem politikának a megtestesítése. Ebben a szituációban Teleki Pál az a brit diplomáciának a híveit, akik hát nagyjából az ő köre voltak, össze lehetett volna gyűjtenie, felszállhattak volna egy repülőgépre, leszállhattak volna Londonban, és Londonban alapíthattak volna egy emigráns kormányt, emigráns magyar kormányt. Churchill imádott az ilyen emigráns kormányokkal tárgyalni, Churchillnek lett volna még egy emigráns kormánya hajtókájára tűzve, és abból a pozícióból egy emigráns kormány Londonban tárgyalhatott volna Churchill-lel arról, hogy megtarthassuk azokat a területeket, amelyeket elcsatoltak tőlünk. Csak hogy Magyarország mindent egy lapra tett fel a német szövetségre, és azóta sem lehet feltenni azt a kérdést, mert a jobb oldalon
úgy viszonyulnak Trianonhoz, hogy Trianon egy nemzetkatasztrófa, amiben nekünk semmilyen szerepünk nincsen, amiért mi egyáltalán semmilyen módon nem vagyunk felelősek. A baloldal meg úgy viszonyulnak hozzá, hogyha elhangzik Trianon, ők a legfeljebb ájtatosan pislognak, de nem nagyon szólnak hozzá a dologhoz. Ez nem az ő sérelmük, ez nem az ő problémájuk, ez a jobb oldalnak az ügye, ők meg asszisztálnak hozzá a maguk módján. Általában a holokausztal meg pont fordítva van, hogy a jobb oldalon ellesik, hogy hogyan kell ilyenkor viselkedni, amikor holokausztról van szó, a bal oldal meg a sajátjának érzi és veri az üsdobot. Most a helyzet az, hogy a trianoni békével kapcsolatban, meg Magyarországnak a háborúba sodródásával, második világháborúba sodródásával kapcsolatban sajnos egy nagyon súlyos játékelméleti probléma állt fönn. Magyarország ott maradt egy olyan játékasztalnál, ahol meg voltak cinkelve a lapok, ahol tetemes mennyiségű zsetont vesztett el, mondjuk zsetonjainak a kétharmadát elvesztette, és ott maradt annál a játékasztalnál, és csak arra figyelt, hogy visszaszerezze azt, amit elvesztett. És végül annál a játékasztalnál mindent elvesztett. Mindent az utolsó fillérét elvesztette, a becsületét elvesztette, a méltóságát, az önbecsülését elvesztette, és végül nem az történt, hogy a pénzének az egyharmadával szépen hazament, fogott egy taxit és hazament a kaszinóból, hanem végül haza sem engedték, és hátul kell mosogatnia, mert olyan mennyiségű adóságot halmozott föl, hogy végül a kaszinó személyzetéhez került. Amit Apponyi gróf a Trianon beszédében a nagyhatalmaknak elmondott, az egy abszolút logikus és nagyhatalmok szempontjából is releváns, érdekes, elfogadható geostratégia volt. Azt kellett volna képviselni utána, konzekvensen végigvinni, és mondok egy példát, hogy mi az, amit a legkevésbé csináltunk, és amit például Erdély kapcsán a leginkább kellett volna csinálnunk az utóbbi 100 évben. Erdélyben az erdélyi románságot és a 100 polgárságot kellett volna elsősorban megnyerni annak, nem reális cél, hogy Erdély csatlakozzon Magyarországhoz. Erdély amúgy is egy autonóm politikai egység volt. Erdély autonómiáját kellett volna kitűznünk reális célnak. Rengeteg ösztöndíjat kellett volna adni a legtehetségesebb román értelmiségieknek Erdélyből. Abszolút nem kellett volna elvárni tőlük, hogy elmagyarosodjanak, vagy abszolút ez egy társ népként kellett volna őket kezelni, és arra kellett volna minden eszközzel törekedni, hogy Erdély önállósodjon. Nem kis feszültség volt az Olténiából innen-ondan betelepített emberek és az erdélyi román polgárság között. Hogyha nem geopolitikai analfabétaként állunk bele ebbe a történetbe, vissza lehetett volna jönni a játékasztalhoz. Ami miatt nem tudunk visszajönni, az a hozzáállás, hogy nekünk barátaink meg ellenségeink vannak. Ez a teljes naivitás, tehát hogy amikor minden birodalom, amikor végre megszól a saját igazi hangján, akkor azt mondja, hogy nincsenek annak a birodalomnak, ugye a brit birodalom kapcsán hangzott el a híres mondat, hogy nincsenek barátai, csak érdekei vannak. Mi olyan szinten elveszünk ebbe a kis népekre jellemző indulati politizálásba, hogy barát ellenség, hogy az érdekeink felismeréséig sem jutunk el. Tehát nem, hogy képviselni tudnánk konzekvensen, és adott esetben indulatokat, érzelmeket félretéve, úráléve rajtuk, hanem még a felismerésig sem jutunk el, hogy nekünk egyáltalán vannak, vagy lehetnének érdekeink is, az indulatainkon kívül, túl helyes. És hogy lehetne eljutni ez a felismerésre? A múltban nagyon sokat beszéltünk most már, de abban gondolom egyetértünk, hogy hiába telt el 100 év, azért beszélni érdemes erről az egész Trianonról, következményéről, mik vezettek ide, de mi lehet a megoldás? Tehát ezen túl lendüljünk, kicsit egészségesebben álljunk hozzá. Nem fogjuk most megfejteni, csak javaslatokat várok. Hát először is kezdjünk el beszélni erről a dologról,
A maga teljességében. Tehát ne úgy csináljunk, mint a gyászoló özvegy, amelyik már nem emlékszik semmire, hogy az ura alkoholista volt, hogy az ura verte őt is, meg a gyerekeket is, mert hát az én drága uram, akit éppen most hantoltunk el, hát csak a szépre, csak a jóra emlékszünk. Hát én emlékszem, hogy mekkora virágcsokrokkal állított haza. Hát most, szóval, hogy a helyzet az, hogy ez a Trianon romantika, ez torzítja a történelmi emlékezetet. Emlékeznünk kell arra, hogy minek lett a következménye a trianoni békeszerződés, és emlékeznünk kell arra, hogy mik lettek a következményei a trianoni békeszerződésnek. És elsősorban az kell, hogy elvállaljuk, nem is elsősorban a magyar társadalom, mert a magyar társadalom hol felelős? Nem a magyar társadalom a felelős. A magyar elit és a magyar állam. Igenis, és ehhez meg az kell, hogy a magyar történészek, azok szembenézzenek, meg lehetőleg a magyar közbeszéd úgy általában kezdjen el foglalkozni azzal, hogy mik voltak a magyarságnak, a magyar társadalomnak és a mindenkori magyar elitnek a vétkei, aminek a következtében Magyarország csatlós állam lett, aminek a következtében Magyarország úgy harcolt Hitler oldalán a Donkanyarban, hogy nem volt emigráns kormánya Londonban, aminek a következménye a Szálasinak a rémuralma lett, amiből aztán szervesen következik az ellencsapásként, vagy hát az inga átlendülése nyomán a Rákosi rémuralma, aminek következménye 56, és aminek pedig a végzetes következménye a Kádár-rendszer. Lehetne az Európai Uniót talán meg kéne értenünk, hogy ez nagyon hasonló birodalmi konstrukció sok tekintetben, mint a dualizmus volt, ami egy bizonyos játékteret biztosítana, ha felismernénk az érdekeinket, és azokat a brüsszelezés, meg a teljesen idióta szabadságharcolás helyett valódi érdekérvényesítést kezdenénk, és társnépekként kezdenénk tekinteni a többi velünk együtt élő népre, nemzetre, és velük együtt működve, tehát itt az élő példa, a tegnapi beszéde a szlovák miniszterelnöknek, hát eléggé megszégyenítően előrelépett ezen az úton. Tartsuk a lépést, igenis a visegrádi egyezmény az tulajdonképpen az Európai Unió első modelljének is tekinthetjük. Mi abszolút legitim módon tudunk részt venni ebben az európai konstrukcióban, és végre nem a határok kérdésére kell ráfeszülnünk, hanem régiókban kell tudnunk gondolkodni. Az Európai Unióban ez abszolút lehetséges lobbizni azért, hogy ne etnikai alapon osszanak pénzeket, hanem egy régiófejlődés organikus keretben. Tök mindegy, hogy hol húzódik az a határ abban a régióban, hogyha az egy egységet képvisel, ott élnek szlovákok, magyarok együtt, ezt kellene jól csinálni. Tehát én tulajdonképpen csak azt kellene jól csinálni, amit ezer évig nagyjából sikerült. Nem azt mondom, hogy felejtsük el ezt a 100 évet, de hát azért így jobb lett volna, nem lett volna így őszintén ebből a szempontból. Tehát. Az a helyzet, hogy a trianoni békeszerződés, és ezt nem eszünkben nincsen tagadni, hogy egy nagyon súlyosan igazságtalan határrendezés volt. És hogy Magyarország ott gyakorlatilag megbüntették, de, és igazságtalanul, de ettől még Magyarország nem vétlen elsősorban az első világháborúban, másodszorban, meg hát, szóval érteni kell, hogy Európa rossz szellemét idéztük meg magunkra. És amikor ez elragadta tőlünk először a területeinknek a kétharmadát, aztán a jogunkat a saját utunkhoz, hogy a saját történelmi fejlődésünknek az irányát magunk válasszuk meg, a magunk 1848-as módján. Sajnos a probléma az, hogy ebben az országban ahányszor polgári forradalom vagy alulról szerveződő, akár csak alulról szerveződő népmozgalom föllobban,
sajátos geopolitikai történelmi helyzetünkből fakadóan azt mindig leverik, és a helyén berendezkedik egy ellenforradalmi rendszer, amely ellenforradalmi rendszer félig teljesíti a népmozgalomnak a követeléseit, a felét az meg elcsalja, a felét az meg lenyeli. És ezzel a felével a mai napig adósak vagyunk. Az Orbán rendszer ugyanezt teszi. Ami a Kádár rendszer volt az 56-nak, a megcsalása és az elcsalása, ami 1867 volt 1848-nak, megint csak a félig meddig megvalósítása, félig meddig lenyelése, elcsalása, elsikkasztása, az lett 1989-nek 2010. És az Orbán rendszer. Az 1848 megítélésében azért egy kicsit máshogy látom azt, hogy az etnikai nacionalizmus, illetve részben ez a modern nemzetállam képzete akkor ragadta magával olyan módon a magyar uralkodóosztályt és egyébként nagyjából egész Magyarországot, ami egy ilyen örvényben elvezetett Trianonhoz, mert hogy talán nem véletlen, hogy a velünk együtt élő társnépek nem egyénileg voltak Petrovicsok, akik Petőfik lettek, de tudtommal a szerbek nem a magyar oldalon harcoltak, és egyébként a horvátok sem, és a románok sem. És a szlovákság sem feltétlenül a mi oldalunkon állt. Tehát itt kezdődött el az a lejtmenet, ami egyébként a forradalom leveréséhez is elvezetett, és ami egy geopolitikailag nem működő konstrukciót jelentett, nem sikerült az érdekeinket a nagyhatalmak keretrendszerében érvényesíteni, és ez vezetett el ehhez a kudarchoz, és aztán a dualizmus jegelése után Trianonhoz. A helyzet az, hogy még a mai napig zajlik a magyarságban, vagy a magyarság tudattalannyában egy ilyen belső dilemma a kiegyezéssel kapcsolatban. És még a mai napig győzködi a magyar társadalom önmagát, hogy meg kellett kötni, igenis meg kellett kötni. Nem volt alternatívája, muszáj volt megkötni. Nem rejtem véka alá, hogy igen, a kiegyezés következménye lett Trianon. Igen, az volt az ős ok, vagy az ős bűn, ha úgy tetszik. Eladtuk 48-at. És én is tudom, hogy 100 érv szól a kiegyezés mellett, míg a kiegyezés ellen mindössze egyetlen érv. Csak sajnos ez az egyetlen érv, ami a kiegyezés ellen szól, ez az egyetlen fontos érv. És az a másik 100, ami meg a kiegyezés mellett szól, mindegyik hasznára vált Magyarországnak. Mindegyikből valamilyen módon profitált Magyarország. De az egyetlen érv, az egyetlen tényleg fontos szempont a 19. században. Polgári társadalom vagy feudalizmus. Ebben az egyetlen kérdésben rosszul döntöttünk, és ennek az egyetlen rossz döntésnek a következménye az azt követő 150 év, és az azt követő 150 évnek az a folyamatos és sorozatos kudarcai, és csődjei, és nemzetkatasztrófái, ideértve a Donkanyart, ideértve a német megszállást, Szálasi Rém uralmát, ideértve azt, hogy végül Churchill eladott minket Sztálinnak a görögökért cserébe. Akkor az EU kiegyezés sem tudod elfogadni? Mert hát valójában ugyanaz a helyzet, hogy a külügy, pénzügy, hadügy az nem önálló. Ugye ez a de nem, definíciója igen, de, annak, igen, de, igen, de legalább, amikor egy birodalmi konstrukció. De legalább nem, igen, részt, igen, de legalább nem tudunk szólni. Tehát, hogy... De legalább nem az Eurázsiai Unióhoz csatlakoztunk, mert a Szent Szövetséghez való csatlakozás az lenne. Az éppen, hát ez hogy most történik egyébként. Hát igen, az most zajlik, igen. Ez alakult. Igen. Hát azért még a hódoltsági szemléletnek van perspektíva előttünk ebből. Igen, tehát hogy az Európa magjához
egy nagyon ambivalens viszony van 48-ban is, egyébként szerintem a dualizmusban is, mert ugye azért azt nem, arra nem tértél ki, hogy azért Magyarországnak értelmezhető ipara és egy bizonyos fajta európai polgársága mégiscsak a dualizmus ideje alatt lett, mert előtte nem volt neki. Ugye nemessége volt, akinek volt egy ilyen polgári öntudata, de polgársága speciál nem nagyon volt, vagy szászok voltak, meg zsidók, meg ilyesmi, és aztán lett egy magyar, vagy részben elmagyarosodott, és magyar identitású polgársága is az országnak. Ez a dualizmushoz köthető azért. A dualizmusban elsajátított Magyarország egy fele más polgárosodást, de valamennyi polgárosodást elsajátított. Tehát a dualizmus meghatározta a polgárosodás lehetőségeit és határait is. Na, ehhez képest állunk most rosszul az EU polgárosodásunk tekintetében, mert mi közben azt látjuk, hogy a szlovákok és egyébként a köztársasági elnök asszony is, nem csak a miniszterelnökük, tehát őróla is lehetne beszélni, európai politikusokat is tudnak produkálni, és európai politikát is tudnak produkálni. Nekünk ez valahogy nem nagyon sikerül. Tehát az EU szocializációnk, az európai polgárosodásunk terén finoman szólva nem egy sikertörténet az átkosváltás óta eltelt, hadd nem mondjam, hány év. Tehát, hogy ha ezt nézzük, hogy a polgárosodás terén hogyan állunk, hát sokkal rosszabbul, mint a szlovákok. Ha már így hasonlítgatunk, esetleg a magyarok és románoknak vannak közös vonásai, szerintem én meg könnyíteni mondjuk a szorosabb együttműködés, mert eléggé szétszilált a kapcsolataink. És melyek a közös vonások? Ez a kérdésem. Ja, hogy... Én egyébként azt gondolom, hogy igen, van abszolút, tehát, hogy... De nem csak a románok kapcsán lehet elmondani, az egész Közép-Kelet-Európára jellemző, hogy a többiekben magunkat utáljuk. Tehát, hogy annyira látjuk, miközben nem vagyunk képesek az önreflexióra saját jogon, tehát én nem nézek bele a tükörbe, de amikor meglátom a másiknak ugyanazt a félbalkáni eurázsiai arcát, na akkor olyan mutogatok rá, mint románra, mint szlovákra, hadd nem soroljam végig. Magunkat utáljuk bennük. És ők nem ugyanezt az érzik. Önreflexió hiánya, ami egyébként nagyon összefügg a geopolitikai tudatossággal, hogy lássam a saját helyemet egy térképen, lássam a saját szerepemet egy országban. Ennek a teljes hiányából fakad az önreflexió, a tükörbenézés képtelenségéből fakad az, hogy a másikban, a többiben gyűlöljük magunkat. A másik, amit a trianoni békeszerződésről még el kell mondani, hogy a trianoni békeszerződésnek a ténye az elkerülhetetlen volt. Tehát az elkerülhetetlen volt, hogy itt nemzetállamok jöjjenek létre. Tehát ez egy nagy történelmi folyamat, ami a 19. században nagyjából már lezajlott Európában, és a Balkán pont attól vált puskaporos hordóvá, hogy az osztrák-magyar monarchia ezeket a nemzetállamokat nem engedte létrejönni, éppen a Szent Szövetség szellemében. Ugye értjük, hogy a nacionalizmus az mintegy a polgári forradalmaknak a melléktermékeként képződött meg és termelődött ki. Tehát ahol a polgári forradalom végbe tudott menni, ott jött létre a nacionalizmus. Nem vélte, hogy a kokárda, még a francia trikolorral, az a francia forradalom szimbóluma, a magyar színekkel viselt kokárda, az az 1848-as forradalomnak a jelképe, a polgári forradalom és a nacionalizmus születése szervesen összekapcsolódik, mint egy egymásból képződve. A népek most... börtöne kifejezés egyébként pont ez a vasmarok, ami nem engedi létrejönni a nemzetállamokat, erre utal. Igen, ez egy nagy történelmi folyamat volt, aminek nincs az a Szent Szövetség, amely megállítja, megakadályozza, legfeljebb feltartóztatni tudja. Na most mi ebbe álltunk bele, hogy tartóztassuk fel ezt a folyamatot? Tehát az a rendezés, ami a trianoni békeszerződés keretében történt, ez szükségszerű volt. A ténye egy történelmi szükségszerűség, a módja súlyosan sérelmes és igazságtalan, és nagyon nem etnikai alapú, és nagyon nem az etnikai határok mentén történt, de hát ennek a következménye az,
hogy 17-ben a franciák nem álltak jól a fronton, és mindent megígértek a románoknak. Azt ígérték, hogy a Tiszáig terjedhet Románia. Jó, tehát tulajdonképpen a Tiszánál kéne, hogy legyen a határ, aztán természetesen ezt sem tartották be. Minden esetre nem voltak, tehát az első világháború elvesztése után Magyarországnak nem volt lehetősége arra, hogy diktálni tudjon. És ezek az etnikai jelvek, ezek addig voltak komolyan véve, ameddig Woodrow Wilson ott ült a tárgyalóasztalnál. Onnantól kezdve, hogy ő fölállt a tárgyalóasztaltól, ezek az elvek, ezek a szempontok megszűntek létezni, és a nagyhatalmaknak az egymással való díljei, az egymással kötött egyességei szabályozták. De ezt nem, a nagyon gyalázatos békeszerződés. De ne felejtsük el, hogy a jelenlegi határok, azok tulajdonképpen a második világháború után váltak véglegessé, mert a második világháborúban lehetett volna újra tárgyalni. Egyébként Fülöp Mihálynak van egy könyv, amit én franciára is lefordítottam, a Befejezetlen béka, ami pont erről szól, és a diplomáciai források egyértelműen mutatják, hogy akik beáldozták Magyarországot, azok a britek voltak. Tehát volt egy deal, és a britek, mert kellett nekik Észak-Olaszország, ahol mai napig gyűlölik őket, mint megszállókat, meg a görögök, ahol szintén nagyon szeretik a briteket, az fontosabb volt. Nekik semmit nem jelentett Magyarország. Az oroszok egyébként hát így nagyon szívesen megbüntették volna az Antikominter paktum legbőszebb országát, és egyébként is sikerült, a románoknak sikerült átállni legalább az utolsó utáni pillanatban, mi pedig hát ugye a végső csatlósok. Igen, tehát hogy ezek is nagyon fontos, hogy milyen optikában, és a franciák egyébként a második világháborúnál részben a mind azért, amit kaptak előtte, a etnikai határok álláspontja lettek volna, csak őket nem háttérbe szorult az ő szempontjuk, a brit-orosz díl döntött el, és az amerikaiak nem akartak szembe menni a brit érdekekkel és az orosz törekvéssel, úgyhogy ez döntötte el, hogy véglegessé vált a határ. Azért érdekes ez, hogy mindent a franciákra fogunk, egyébként ez egy nagyon érdekes, ennek van egy külön lélektana is, de ugye az ellenség a hibás azért, hogy elvesztettünk egy háborút. Ez a alap megközelítés. Az, hogy nekünk kik voltak a barátaink, hogy válogattuk meg őket, kikkel voltunk szövetség, ők nem hibásak, hát hiszen a barátaink. A mai napig készek vagyunk ugyanazt a hibát velük akár elkövetni. Helyzet az, hogy mindkét háborúba az agresszor oldalán sodrottunk bele. Igen. Ez a helyzet. Tehát, hogy ennek lett a következménye, hogy aztán a második világháború után, amikor azért a második világháborút követő békeszerződés, már más szellemben születtek, mint az első világháborút követő békeszerződés. A második világháborút követő békék, azok nem a veszteseknek a megbüntetésén, a veszteseknek a kivéreztetésén, az ellehetetlenítésén, a történelem szemétdombjára rugdosásán alapultak, hanem azon alapultak, hogy föl kell emelni őket magunkhoz. Hát meg a két marsal, marsal tervek, stb. Én meg a két nagy blokk kezdődő konfrontációja, tehát ugye az Magyarországnak, a törésvonal igen, az az igen, volt. Magyarország mindent egy lapra tett fel, és ugyanarra a lapra, amire Deák Ferenc 67-ben, és ugyanarra a lapra, amire Tisza István a 1914-ben, és így tovább. Tehát, hogyha felelősség szempontjából nézzük, akkor pont fordítva kezeljük, mint ami logikus lenne, és ami elvárható lenne egy értelmes realitásokkal számotvető ember től és országtól. Elsődleges felelősség minden cselekedetben a sajátom, hogy én hogy vettem részt egy dologban. Még akkor is, ha áldozat voltam, azért az elsődleges kérdés etikailag az, hogy én hogy kerültem oda. A második, hogy kik voltak a haverjaim, akikkel a verekedésbe részt vettünk, és miért vertek meg minket az erősebb fiúk. És mit ígértek nekünk, és mi volt az a zsákmány, amiért mi ebben részt vettünk. És a legutolsó felelősség lenne,
hogy az ellenségemnek mi volt a felelőssége. Hiszen az alapvetően az ő hibája, vagy az ő dolga, az én hibám, meg az én hibám. Tehát, hogy kerültünk oda egy utcába szembe, az egy másik kérdés, de a legkevésbé fontos etikailag, és politikailag is, a felelősség szempontjából, pont fordítva közelítjük meg, mint ahogy reális lenne. Egy utolsó kérdés van, csak idő. Mikor beszéltek utoljára románnal, szlovákkal, szerbel, vagy bárkivel, aki a szomszédunk? Régen. Hát most ez ilyen karantén vonalban nem annyira könnyű ez a kérdés. Én vissza tekintve a járvány elé, hát én nem emlékszem ilyesmire. Soha. Én nem emlékszem ilyesmire, hogy nézd, amikor kint voltam Erdélyben, akkor azért egy csomó románnal tudtam beszélni magyarul, mert az ottani románok azért elég jól beszélnek magyarul, az erdélyi románok. Tehát velük ott tudtam beszélni magyarul. Tehát vannak ilyen emlékeim, hogy románokkal magyarul beszélek, és hogy milyen, és még csodálkozom, hogy milyen jól beszélnek magyarul. De tudod, miről beszéltem velük? Arról, hogy merre van a vasúti pályaudvar? Igen, én is hasonló egy kicsit, hogy Erdélybe mentünk egy bormegmutatóra, illetve egy kisebb túrára, mikor egy 2-3 hónappal ez a járvány mizéria előtt, és akkor ott beszéltem románokkal, de körülbelül így, hogy és egyébként nagyon, nagyon sokkoló volt látni azt, hogy mennyire nem szexi egy mai magyar fiatalnak ez a sztori, amit előadunk Erdély kapcsán. És mennyivel szexi tud lenni sajnos a jelenlegi román sztori. Tehát ahogy Románia most építkezik, vagy csinál valamit, az egy kollektív történet, és hát nekünk elsősorban azzal kellene számot vetnünk, hogy hogyan tudna szexibb lenni nem csak az erdélyi magyarok, hanem az erdélyi románok számára is a mi sztorink. Tehát mert akkor tudnánk valami olyasmit felépíteni, amiben azért meghatározó szerepünk tudna lenni. Tehát akkor folytatnánk a Trianon előtti politikai örökséget, az úgymond ezer éves Magyarország és a Szent Istváni államnak az örökségét, hogyha olyan szexit tudnánk, olyan propozíciókkal állnánk elő, amiben otthon él. És ezt szeretném, hogyha mindenki gondolkodna azon, hogy amikor beszélünk ezekről a kérdésekről társnépekkel, vagy egymás között, csak olyan mondatokat mondjunk, amiben otthon érezheti magát egy román vagy egy szerb is. Tehát abban a pillanatban, hogy olyan mondatokat kezdünk mondani, amivel kizárjuk őket egy közös térből, abban a pillanatban méltatlanná válunk a Szent Istváni örökséghez. Ezt rögzítsük jól magunkban, hogy minden egyes olyan mondat, amiben kizártuk a közös térből a társnépeket, az méltatlan a történelmi Magyarország politikai örökségéhez. Ezt szeretném, hogyha ezt jól rögzítenénk, és sokszor gondolnánk erre a tesztre. Hát meg Trianonra kéne kicsit másképp gondolni. Tehát persze, elvesztettük az országnak a kétharmadát. De az egyharmad, az lehetne egy sikeres ország még attól a Trianontól. Az a tény, hogy a mai Magyarország a mai állapotában van, az viszont jóformán teljes egészében Trianon következménye. Trianon pusztán csak azért, hogy helyrehozzuk. Visszaszerezzük. Trianon, mint identitás. Visszaszerezzük azt, amit ott elvesztettünk. Trianon, mint identitás. Olyan döntéseket hoztunk, olyan politikát folytattunk, amelynek a révén elveszítettük önmagunkat. És ez sokkal nagyobb veszteség, mint az országnak a kétharmada. Igen. A fantom fájdalom, mint végtag, sőt, mint törzs. Tehát ez...